A szekszárdi házigazda a gárdonyi református kórus nyitotta meg a találkozót, melyre évek óta az ország számos pontjáról hívnak kórusokat és szakembereket. Idén a Kodálytársaság elnöke Kertész Attila tisztelte meg jelenlétével a rendezvényt, akivel arról beszélgettünk, vajon tényleg válságot él meg a magyar kórus mozgalom. Ahol érzem, hogy komoly probléma van, az elsősorban az általános iskola, az általános iskolai kórusoknak a megjelenése létszámmal nagyon-nagyon lecsökkent, és hát végül is az alapot ők adnák. Amit már középiskolában sokkal jobb a helyzet, és ami még problémát jelent, az a nagyon nagy számú énekzene tagozatos iskola, amelyek még a 80-as évek végén ugye nagyon, nagyon komoly létszámban voltak az országban. Ez a létszám lecsökkent körülbelül olyan 70 főre, tehát körülbelül most 70 iskolában van énekzene tagozatos oktatás. Középiskolában még jobban 10-12 iskola van az országban, ahol az énekzene tagozatos oktatás folyik, valamikor 40 gimnáziumban folyt ez, így többek között itt is a Garaiba, stb. Tehát itt mindenképpen látom a problémát. Most ez megmutatkozik az éneklő ifjúságra jelentkezők számában is. Ezzel szemben, mondja Kertész Attila, az elit olyan magas színvonalon énekel ma is, hogy a sikerek elnyomják a problémákat. De lassan ez a korosztály kikopik, és ha nem lépünk gyorsan, nem lesz utánpótlás. Az énekzene tanítás, azt úgy gondolom, hogy nem az általános iskolában indul, hanem az óvónőknek kellene nagyon szépen énekelni, és megtanítani a zenei kincsünket, a gyerekjátékokat, gyerekdalokat játékokkal együtt. Én ezt tartom nagyon fontos dolognak, és az, hogy énekeltessék a gyerekeket, szerettessék meg a zenét alsó tagozatban és a felső tagozaton is, és ha csak Szekszárdot vesszük, nagyon kevés az olyan énektanár, akit támogatnak és kórus tud alakítani, tehát akkor a felnőtt kórusokban nagyon kis, kevés lesz az esély arra, hogy éneklő diákokat tudjunk megszólítani. A mai oktatáspolitika nagyon felelős ezért. Ez a heti egy énekóra az általános iskolákban, ez semmire nem elég. Az énekzenei általános iskolák egyre többen megszűnőben vannak, és emiatt van az, hogy a kisgyereket nem szoktatjuk kiskorában arra, hogy mit is jelent az, hogy közösen énekelni, hogy milyen lélekfelemelő, micsoda közösségformáló, és micsoda logikai gondolkodásfejlesztő, memóriafejlesztő az a kórusban való éneklés. Felajánlottuk a segítségünket nagyon sokan, én magam is, a Magyar Kodálytársaság elnöksége is az új nemzeti alaptanterv vonatkozásában le is írtuk a véleményünket. Most ugye, hogy elindult, ez pozitívnak tűnt ez a mindennapos éneklés, de a mindennapos énekléshez olyan megszállott tanárok kellenek, akik nem kellett ezt meghirdetni. Én mindennapos éneklést csináltam annak idején, amikor tanítottam középiskolába. Tehát a tanárképzés vonatkozásában is mindenképpen előre kell lépni. Amit pozitívumnak látok, hogy a zeneiskolai oktatásba azért ez belépett. Tehát a zeneiskolai oktatás valahol emeli azt a részt, valahol a szülők is rájöttek, diákok is rájöttek, hogy a zeneiskola valahol pótolhatja azt, amit a közoktatásban elszenvedett ez az ügy. Partner intézményünk a Szekszárdi Zeneiskola, és a zeneiskolai tanárok felkészítő munkájának köszönhetően az egy óra belőlünk sorozat keretében élő zenével találkoznak a diákok, nem csak ifjúsági hangverseny sorozat keretében 9-10. osztályban, hanem évente 3 alkalommal. Ennek a kórus mozgalomnak az elsődleges szempontja, hogy közösséget formálunk, fejlesztünk, mert ha a tag nem érzi jól magát abban a közegben, ahol dolgozik, ahol éppen énekel, akkor nem jár. A gyerek
csak akkor jön rá, hogy ebben van valami szép, ha van valami sikerélménye. Ha soha nem viszi oda senki énekelni, hát akkor nem fog magától jelentkezni, hogy szerepeljen, vagy énekeljen.